Ekközben a zoológusok azt hitték, hogy a rovarok nem érzékelik a színeket, hanem a világot a szürke különféle árnyalataiban látják. Von Frisch másképpen vélekedett. Egyetértett egyes botanikusokkal abban, hogy a virágok egymással versengve a beporzó rovarok kegyét igyekeznek elnyerni. Gyanította, hogy a rovarok kiválóan látják a színeket. Különben ugyan miért lennének a virágok olyan ragyogóan színesek? 1912-ben Frisch kísérletezni kezdett a család méhészetében. Laboratóriuma nyaralójának kertje volt. Itt találta ki megejtően egyszerű, de rendkívül elegáns kísérleteit. A környezet apró átalakításával elérte, hogy a méhek viselkedése választ adjon kérdéseire. A legelső kérdés pedig az volt, hogy látják-e a méhek a kék színt. Cukoroldattal teli tálkát helyezett kék kartonpapírra, amit azután a méhek rendszeresen látogattak. Úgy gondolta, hogy ha a színnek van jelentősége, akkor a méhek összekötik az édes folyadék hollétével. Von Frisch nagyon körültekintően tervezte meg a kísérleteket, nehogy a méhek becsapják. Tovább etette a méheket a kék papírlap fölött, de körös körül különböző árnyalatú szürke lapokat is elhelyezett. A lapokat folyton összekeverte, nehogy a méhek az asztalon elfoglalt helyet jegyezzék meg. A méhek leszállás után szagnyomokat hagynak. A döntőkísérletben tehát Von Frisch színes kártyákat és üres tálkákat helyezett az asztalra. Ezek szagukkal nem csalogathatták a méheket. Ha igaz, hogy a méhek nem látnak színeket, akkor most nem tudják megkülönböztetni a kék papírt a szürkétől. A méhek a kék papír fölött szállnak le, ahol eddig mindig cukoroldat várta őket. A szürke papírnézetekről tudomást sem vesznek. Nyilvánvaló, hogy felismerik a különbséget. Von Frisch azt is bebizonyította, hogy a méhek nem érzékelik a vörös színt.